Na, sziasztok! Mivel birtokháborítás tárgyalás volt a Budakeszi úti bíróságon, ezért jól gondoltam, hogy valóban lesz itt egy sárga pólós véleménynyilvánítás, hiszen már Ferdinánd itt is van. Szia Ferdinánd, mit csinálsz? Éppen vélemény nyilvánítani, csak az egyik harcostársam ki van tiltva Budapestről már 2 éve, mindig el szoktam hozni az arcképét, hogy ő is képviselje a sárga pólósokat itt a Laura utcában, és a ha megengeded egy harcá. Kicsit közelebbről, mert a sok ragasztótól... Igen, de Póka László. Sok ragasztótól már túlterhelt a... Ez már vízhatlan. Igen. Úgyhogy hát ez egy olyan ország, tudjátok, amit mindig mondok, hogy szólás után nincs szabadság, hiszen 2 évvel ezelőtt közterületen itt át, és innen vitt el a rendőrség. Gyorsított eljárásba, mindjárt ki is tiltották. Először 17 megyéből az országba, utána azt feloldották, és most már csak egész Budapest közigazgatási területéről. De hát mindegy, azért mindig elhozom. Nem mindegy, hanem ez a szégyen ennek az országnak, mert mindig azt mondják, hogy jogállamban élünk, és ha elmondod a véleményedet, akkor az orrodra vernek. De hát ez csak rajtatok múlik, hogy meddig tűritek, meddig hagyjátok. Én mindig kifejezem a véleményemet, én nem hagyhatom így ennyibe. Hát ez ma egy jeles nap, és egy jeles vélemény nyilvánítás innen a Laura útról. Most már tudom, hogy út, mert a zenei jegyzőkönyvben úgy van, hogy út, nem utca, akkor azt mondom út. Tudjátok, pár évvel ezelőtt a 4. kerületben volt egy vélemény nyilvánításunk, akkor volt a Csányi Sándornak a születésnapja, és ott egy ilyen kis muffinnal ünnepeltük meg, itt elénekeltünk egy ilyen születésnapi dalt, és abba beletűztünk egy gyertyát. Na hát ebből volt egy szabálysértési eljárás, és annak idején akkor meg volt a tárgyalás, Hanzó Gabriella nagyon jól látta ezt a dolgot, ő még akkor bírósági titkár volt, fölmentette, azt mondta, hogy ehhez jogunk van véleményt nyilvánítani. Tehát mi vettük mindjárt a friss végzést a kezünkkel, azt ismét visszamentünk az OTP bankba, 4 kerületbe. Hát onnantól kezdve, akkor kezdődtek a birtokháborítási perek, de általában azóta minden évben megünnepeljük, illetve nem is az, hogy konkrétan megünnepeljük, hanem megemlékezünk Csányi Sándor születésnapjára. 2 évvel ezelőtt is volt itt egy ilyen bejelentett tüntetés, ugye azt Mány Péter szervezte, de a rendőrség lefújta. Mindegy, itt el voltunk egy kis ideig, a tortát azt megettük mi, és most megint ma van március 20-a, ismét születésnapja van az OTP vezérének, és a legnagyobb bank kifosztó embereknek az egyike, mert hiszen az OTP kaszált ebből az egész úgynevezett Seviza dologból a legtöbbet tavaly, és 318 milliárd forint tiszta nyeresége volt az OTP banknak, a KNTH-nak csak valami 40-valahány milliárd, ennyit tudtam, amíg utána néztem. És hát ugye azért ő egy prominens személy ennek az ügyében, értem ez alatt, hogy a végrehajtásokat, kilakoltatásokat neki is meg lehetne ezt oldani a kormány egyetemben, hiszen a kormány meg a bank Magyarországon össze vannak az elég jó fonódban, ugye egyik él a másikból, és közben még a miniszterelnök aláírt egy EBRD paktumot 2015-ben. Ez arról szól, hogy a kilakoltatások folytatásának gátat nem szab, és még plusz valamilyen előnyökhez jut a bankok részéről. Hát ugye most, mivel jött ez az európai 118/17-es törvény, hát ugye sokan mondják már ilyen ügyvédek is, hogy fel kellene függeszteni azon a hatállyal a végrehajtást, de hát úgy látszik nem akarnak kötélnek állni. Amit mindig mondok, az, hogy egyénileg kell nyomást gyakorolni a bankárokra, értem ez alatt, hogy illetve a bankokra is, elmentek véleményt nyilvánítani bankba, a bankárok házai elé, mert hiszen ott hallják meg a hangotokat, tehát itt biztos, hogy meghallják a hangodat, mert hiszen a Facebookot állandóan nézegetik, onnan tudnak meg sok mindent a sárga pólósokról, de az, hogy nyomkodtok a lájkokon, nyomogatjátok a gombokat, azokat nem fogja megnézni az érintett réteg, úgyhogy én azt mondom, az egyéni vélemény nyilvánítás gyakorlása az hozza meg a gyümölcsét és az eredményt. A másik pedig, ennyit, még egy vendéget is hoztam nektek, majd mindjárt bekapcsoljuk a telefonba, és fog egy pár szót szólni hozzátok, de mielőtt elköszönnék tőletek, még annyit mondok, ma a Budakeszi úti bíróságon voltunk, igen jó véleményt nyilvánítottunk a tárgyalás előtt, április 10-én 10 órakor ugyanezen a bíróságon
a Csányi Sándor és családja által kreált zaklatási pernek lesz a tanú meghallgatási napja. Be van idézve a Csányi Sándor, a felesége, a két gyerek és 16 vádlott a sárga pólósok közül. Hát kíváncsian várom, hogy el fognak-e jönni. A bíró tehet fel kérdéseket neki, az ügyész és természetesen a sárga pólósok is tehetnek fel kérdéseket, hogy hogy gondolták ők ezt a zaklatási koncepciós pert, amivel megvádolták az ember, az a 16 embert, mert ez bűncselekménynek számít a zaklatás, ugye. Hát ennyit szerettem volna innen mondani, ne felejtsétek, harcoljatok minden nap, és most már tényleg álljatok föl. Hallottam viszont egy jó hírt az előbb. Milyen Alexandra? Alexandra Facebookon. Simon Alexandra. Simon Alexandra Facebookon írt, hogy a Lővei gimnáziumban egyéni véleménynyilvánítás lesz, mert jön az Áder János oda, és én bátorítottam őket, tegyenek fel kérdéseket nekik, amiről gondolják. Kötelességgel válaszolni a kérdéseket. Na, ennyit mondtam volna innen. Sziasztok! Na, akkor mondhatod, hogy hogyha gondolod. Meglepetés vendég, és egy kicsit közelebb megyünk a villanyoszlophoz. Halihó, sziasztok! Sárga pólósok! Sziasztok, ellenállók és Orbán károsultak. Nem sokat hallottam abból, amit Feri beszélt, mert elég nagy zajos helyen vagyok itt, ahogy a diktatúra folyik hazafelé. Cserébe viszont nagyon tetszik az embereknek, tehát minél forgalmasabb a hely, annál több ember látja, hogy itt mekkora mocsok van. Elsősorban idomított majom Orbán Viktor, ugye, akit mostanában OEG-ként emlegetünk, jóvoltából. És hogy kinek az idomított majma? Hát ugye a bankárok idomított majma, és elsősorban az első számú uzsorás idomított majma, tehát hiába megy a hadakozás, hogy jaj, hát a Csányi Sándor így meg úgy, meg nem teheti ezt, meg nem teheti azt, meg ő az első számú uzsorás, mégiscsak az ő idomított majmuk az Orbán Viktor is. Ugye látom a képemet most már. Nagyon fontos, hogy ugye a jeles napról szerintem beszélt a... Igen, beszélt arról, hogy ma milyen jeles nap van. Ugye majd minden évben, most már 2015 óta megemlékezünk valamilyen izgalmas akcióval erről a napról. Na, nem azért, mert boldog születésnapot kívánnék Csányi Sándornak, bár nyilván joga van hozzá, hogy boldog legyen, és abban is bízom, hogy meg tudják tenni a születésnapi vacsorát, mint ahogy Csányi Erika rendőrségi vallomásában hisztizett a két évvel ezelőtti véleménynyilvánítás miatt, ami egyébként délben volt, tehát ha nem délben szoktak vacsorázni, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy a történet. Csak azt gondolom, ilyenkor mindig végig, kedves nézők, és mindenki, ahogy eljut ez a vacsora, vagy nem ez a vacsora, hanem ez a véleménynyilvánítás és ez a videó, hogy ki gondol azokra az embereknek a születésnapi vacsorájára, akiket Csányi Sándor miatt tette ki a házaikból? Ki gondol azokra az emberekre, akiknek már nem lesz születésnapi vacsorájuk, mert belehaltak ebbe a kifosztásba, ami elsősorban Csányi Sándornak és bandájának köszönhető. Ugye elvettek igazoltan 1000 milliárdot az emberektől, ebből jó néhány születésnapi vacsora kijöhetett volna, és jó néhány házat nem kellett volna elvenni, és a nem hivatalos rész, amit még elvettek, mert Tilkászló után tudjuk, hogy ez az 1000 milliárd, amit elismertek, ez csupán az opot valasznak a füle és a farka volt. Tehát arra kell rájönnie mindenkinek, hogy minden nap százaknak és ezreknek kell elmenni a Csányi Sándor házához, az Orbán házához, a Trócsányi házához, a többi bankár házához, és el kell menni a bankokba véleményt nyilvánítani, a bíróságokra véleményt nyilvánítani, és csak akkor lesz majd megoldás. Tehát ezt értsétek meg, hogy különben gyakorlatilag azok számára, akik otthon ülnek, szar se lesz, csak kifizetik a sok pénzt az ügyvédeknek, a jogsegélyeseknek, jó ábrándokat kergetnek, felelőtlen álmodozásba hajszolják őket, politikusokat támogatnak, és aztán nem kapják vissza a támogatásért járó ígéreteket, vagy a támogatások fejébe tett ígéreteket, úgyhogy mindenkinek saját magának kell felállni, és végre tényleg fel kell állni, és el kell indulni, és meg kell mozdulni. Tehát ami fontos, hogyha nem tetszik az Orbáni önkény, ha nem tetszik a banki és egyéb kifosztás, akkor tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá! Köszönjük szépen Lacinak a biztató szavait és az előremutató
változást hozó jó tanácsokat, és ahogy én itt szétnézek, látom, hogy egy újabb vélemény nyilvánító. Szia István! Jó napot kívánok! A meglepetés ember is megérkezett, mert hogy szerint tudomásom szerint Csányi Sándornak ma születésnapja van, névnapja volt, így aztán egy kis meglepetéssel szolgálunk, mert hogy egy dísz gyertya, kis ágacska, olajág, tudjuk az olajág gyakorlatilag minek a jele, a béke, a jó szándék, én most ezzel jöttem, bár ő erre soha nem volt hajlandó, épp ma mondtam a képviseletének a bíróságon, hogy olyan a képviselet, mint a gazdájuk gerinctelen, úgyhogy neki is el lehet mondani nyugodtan, hogy van egy hirdetésünk, ami azt jelképezi, hogy gerinc van eladó, bármilyen méretben, színben, az Csányi Sándornak se várt, hogy ezt figyelembe vegye. Az alsó része meg neki is házi feladat, mert majd nem soká ő következik, mert Orbán rajta is át fog gázolni, az biztos. Orbán a cigány politikájával semmit nem kimél, tehát ez biztos, hogy ő is sorra fog következni, és ugye az én, hogy is mondom, fejlétem, vagy amit én jelképezek, az ugye itt van, hogy a végrehajtásokat. És hogy miért kell ezt követelni? Azért, mert ők erre képesek, a bankárok csalnak, politikusok nyalnak, attól függetlenül Sándor Isten éltessen. Hajrá! Hát, köszönjük szépen a megemlékezést, és ahogy itt szétnézek, majd jobbra, meg balra, valamilyen rendezése. Itt semmiféle embertömeget nem látok, aki jönne, hogy a jó kívánságait tolmácsolhassa Csányi Sándornak, a legnagyobb uzsorásnak. Hát ezzel a képpel búcsúzom tőletek, és bízom benne, hogy most már ti is értitek, látjátok, és érzitek, hogy ez fog megoldáshoz vezetni, de ehhez mindenkinek fel kell állni, és menni kell, tenni kell. Ki kell nyilvánítani a véleményt, hogy tudják, hogy van véleményed. Elköszönök tőletek, sziasztok!